A nemi és szülői szerepek, az otthoni munkavégzés, a munka-magánélet egyensúly, illetve a gyermekek nemi identitásának kérdésére is kitért az előadó. Bár nincsen örökérvényű recept, mégsem lehetetlen küldetés, hogy egy férfi apa szerepben is jól megállja a helyét. A jó apaság az hiteles jelenlétet jelent, és mindig elmondom, hogy ha egy apa jelen van a gyermeke életében, akkor szinte automatikusan beindul egy apa-gyermek kapcsolat, hiszen ez egy ösztönös tevékenység, egy ösztönös viselkedés, hogy apákká válunk, de az is ösztönös, hogy a gyermekeink keresik az apjukat, és kötődni akarnak az édesapjukhoz. Tehát minél jobban ott vagyok a gyermekem életében, minél mélyebb a kapcsolatom, annál könnyebb jó apává válni, és rögtön hozzáteszem, hogy nem kell szuper apává válni, hanem elég jó apává kell válni. Tehát a nevelés az nem teátrum, nem arról szól, hogy megjátszunk magunkat, húsvér emberek vagyunk a hibáinkkal együtt, de ha gyermekeink azt érzik, hogy fontosak a számunkra, elfogadjuk őket, szeretjük, akkor nagyon sokat kibírnak. A hiteles, elég jó szülő is ejt hibákat. A pszichológus szerint a siker elérésének kulcsa, hogy az apa hogyan kezeli ezt, hiszen a látszólagos hátrányból előnyt is lehet kovácsolni. Én is mondjuk fölemelem a hangom, vagy nem úgy reagálok éppen egy helyzetre, hogy ez a nagykönyve meg van írva, akkor én bizony veszem a bátorságot, és bocsánatot kérek a gyerekeimtől. És mindig el szoktam mondani, hogy ezek életem legszebb napjai, mert ilyenkor napokig különböző édességeket kapok ajándékba, különböző kis saját maguk által készített dolgokat. Tehát ez is azt mutatja, hogy a gyerekek nagyon keresik az embert a szüleikben. Ugye, tehát amikor megérzik ezt az emberit, és hát ugye ez maga a nevelés. Tehát, ha én beismerem a hibámat, akkor arra nevelem ugye a gyermekeimet, hogy ezt be lehet ismerni. Arra nevelem a gyerekeimet, hogy mindenkinek megvan a maga határa. Arra is nevelem, hogy esetleg nem kell az oroszlán bajszát húzogatni fölöslegesen, mert észre kell venni, hogy a másik feszült, nem bírja ezt. Vagyis a hibázás nem feltétlenül káros. A pszichológus szerint sokkal inkább nevelési módszer és lehetőség is egyben. A férfiak nincsenek könnyű helyzetben manapság, hiszen sok esetben egy időben támasztanak olyan elvárásokat feléjük, hogy jó apák és kiváló társak is legyenek egy személyben. Nagy kutatások vannak, magyar kutatások is erre vonatkozóan, hogy bizony az apáknál tulajdonképpen ugyanaz a helyzet alakult ki, amit az anyáknál már régóta tudunk, hogy két világ között őrlődnek. Tehát a munka-magánélet egyensúly az apákat ugyanúgy sújtja. Tehát ez a kettő szerep, hogy egyszerre legyek jó apa, azon belül is még ugye jó férj, tehát hogy otthon egy megfelelő minőségű ember legyek, és hát ugye egzisztenciálisan biztosítsam a családom számára a hátteret. Ez azt gondolom, hogy a modern apaságnak, amit én az aktív, szerető apai jelenlétet gondolom annak, a gondoskodásra vészelő apaságot, annak a legnagyobb akadály. Fontos és kívánatos lenne, hogy az apák is támogatást kapjanak, mely lehetővé teszi számukra, hogy a családjukkal is elég időt tölthessenek együtt, és elegendő energiát fordíthassanak rájuk. Az úgynevezett csendes apa forradalom jelenségről megtudhattuk, hogy valójában csendes és teljesen ártalmatlan. A pszichológus hangsúlyozta, hogy teljes szemléletváltásra lenne szükség annak érdekében, hogy a férfiak élete minden szerepben minőségi legyen. Megnyugtatónak tartja, hogy sok férfi annak ellenére, hogy rossz apa modellel, illetve apa modell híján nőtt fel, kiváló szülővé, társá vált. A szakember elmondta, mit érdemes tudni az úgynevezett apátlanság jelenségéről. Általában a családok életéből, a gyerekek neveléséből a férfiak indokolatlanul hiányoznak. Ugye a családot említettem, de ha tovább gondoljuk, az óvodákat, iskolákat, ott sincsenek férfiak. És mindig elmondom, hogy erről nem a nők tehetnek, sőt ők is elszenvedői ennek. Tehát ez egy társadalmi folyamat, ami mindenkinek megnehezíti az életét, de általában igaz ez, hogy az apák szerepe másodlagossá vált a családi életben. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy számtalan mesekönyvben, filmben, reklámban is rossz fényben esetlegesen egyáltalán nem tüntetik fel az édesapát. Léder László törekszik arra, hogy minél vegyesebb legyen a közönség, mind az életkor, mind pedig a nemek tekintetében.
én az apaságra váró vagy készülő férfiaktól egészen nagyapákig szívesen foglalkozom az érdeklődőkkel, és természetesen hölgyekkel, anyákkal, párokkal, nagymamákkal. Így hiteles, nagyon fontos, hogy lássuk férfiként, hogy a partnerek mit várnak el, mit éreznek problematikusnak, egy nagymama a saját élettapasztalata alapján mit mond arról, hogy szerinte hol hibázzák el a férfiak, hogy hol csinálják jól. Tehát ezek mind aranyatérő tudást jelentenek. Az én tapasztalatom pozitív, meg szoktak lepődni egyébként, akik eljönnek az Apa Akadémiára, hogy a férfiak milyen nyíltan és milyen konkrétan beszélnek a saját dolgaikról. Tehát, hogy ez sem igaz, hogy a férfiak nem foglalkoznak a lelkükkel, vagy nem akarnak lelki életet élni. A pszichológus véleménye szerint arról, hogy egy-egy hivatás elnői esedett, tévesen arra lehet következtetni, hogy a lélekkel való foglalkozás kizárólag női kiváltság. A készség mindenkiben megvan. Léder László szerint az elég jó apává válás sok esetben egyértelműen jót tesz a párkapcsolatnak. A teltházas eseményen Léder Dorottyával, a szakember kislányával is találkozhattak a résztvevők, aki édesapja jegyzeteiből olvasott fel részleteket.